beszélgetünk, addig Vas Lorina, a Richter Zeneművészeti Gimnáziumnak 10. osztályos tanulójának hallhatták a zongora játékát. A Holicsel Kastély és Látogatóközpont egy éve nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt. Településünk és a kastély jó híre a tavalyi szezonban már nagyon sok érdeklődőt vonzott. A téli időszakra azonban sok más kulturális intézményhez hasonlóan mi is bezárni kényszerültünk. Azonban ebben az időszakban sem tétlenkedtünk, nagyon sok programmal színesítettük a település kulturális életét, valamint készültünk a tavaszi nyitásra. Állandó kiállításaink mellett két időszakos kiállítás is megtekinthető lesz a következő időszakban. A kiállítóteremben igyekeztünk mindig olyan személyek alkotásait bemutatni, akik itt élnek Csetényben, vagy valamilyen szállal kötődnek a településhez. Ez alkalommal Nagy Miklósné született Ispán Margit, az Idő új arca című Gobelin kiállítását csodálhatjuk meg. Hallgassuk meg Forstoffer Zsófia előadásában Aranyosi Ervin versét. Zongorán kíséri Vas Lorina. Aranyosi Ervin, fiatal vagy öreg? Az ifjúság mércéje sosem az élet volt. A szellem és lélek, mely benned összefutott. Akarat, elszántság és képzelő erő, érzelmek tisztasága szíved boltod elő. Vágysz-e újabb kalandra, s ha kell, legyőzöd a lustaság ligáját, s erővel győzöd-e, hogy megvívd újabb harcot, kiállj eszméidért, mely nem hajtott igába, mi szebb jövőt ígér. Bár évek múlásával arcodra ránc került, lángoló ifjúságot lobog még legben. Nem számít mennyi éves, az ember fiatal, ki felnéz a csillagokra és repülni akar, ki minden egyességgel újat álmodik, s a szépséges világra rácsodálkozik. Nem fél a kockázattól és gondolkodni mert bízik a holnapjában, hogy eljön a siker. Naponta megcsodálja, amit addig alkotott, s megújuló reménnyel vár minden új napot. Tiéd az öröm, a merészség, a nagyság, az emberség, a föld, a végtelen szabadság, amíg fiatal vagy. S csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz többé. Ha szomorú szemmel, sárgán, pesszimistán lesed a világot, s úgy teszel, mint aki szépen sose látott. Margit néni csetényi gyökerekkel rendelkezik. Édesanyja itt élt a faluban, a háború után került az alföldi Sápra. Margit néni is itt nőtt fel Sápon. Gimnáziumi éveit Berettyóújfaluban faluban végezte. Egy nagyszülői látogatás során ismerkedett meg leendő férjével, Nagy Miklóssal, és a házasságkötésük után 1968-ban Cseténybe költözött. Férjével két gyermeket nevelte, egy fiút és egy lányt. 18 évig dolgozott itt helyben a Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél, majd innen a Dudari Önkormányzathoz került. Munkahelyeit szerette, és ő is szerették az emberek. Világéletében pénzügyekkel foglalkozott. Jelenleg is tevékeny ezen a területen, az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klubnak a gazdasági ügyeit intézi. Nyugdíjas korában a férje javaslatára kezdett el varrogatni, horgolni, majd pedig Gobelin képeket készíteni. Az első képeit a férjével együtt vásárolták, s ezek a mai napig a lakásukat díszítik. Témaválasztása igen széles körű. Tájképeket, csendéleteket egyaránt készít, de sok festmény másolatát is megörökítette már. Kedvenc témája azonban az alföldi táj. Elmondása szerint egy 30x40-es képnek az elkészítése, az körülbelül 3 hetet vesz igénybe. A legnagyobb kép, amit eddig elkészített, Jézust és a tanítványait ábrázolja. Ennek a varrása másfél hónapba telt. Ezt a képet a református egyháznál meg lehet tekinteni. Vannak olyan minták, amelyeket már 4x-5x is elkészített. Sok képet elajándékozott,
de megrendelésre is készített már gobleneket. Szülőfalujában már rendeztek kiállítást az alkotásaiból, s nagy öröm a számunkra, hogy most itt, Csepényben is bemutathatjuk ezeket a szemek gyönyörködtető munkákat. S megkérem újra Lorinát, hogy játsszon nekünk egyet, Chopin F-moll etüdjét hallhatjuk. Megkérem Nagy Attila polgármester urat, hogy a Holicsár kastély és látogatóközpont ajándékát hagyja át a Margit néninek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nekem is van egy otthon. Kipárok. Tudom. Jó? Köszönöm. Hát kívánunk a Margit néninek további jó egészséget, sok erőt, és még sok-sok gyönyörű képet, örvendeztessen meg bennünket vele. Nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak és az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klubnak, hogy egy kis vendégséggel lettek meg bennünket. Köszönet a Zöld Bakonyért Nonprofit Kft.-nek azért, hogy segítettek a képek szállításában, a teremrendezésben. Köszönöm Pongrácz Emilnek azt, hogy megörökíti az utókornak ezt az eseményt, és megköszönöm Forstoffer Zsófia és Vas Lorina tanulónak, hogy a verssel és a zongora játékkal emelték ennek az eseménynek a színvonalát, és nem utolsó sorban önöknek az, hogy a jelenlétükkel megtisztelték Margit nénit, és megtiszteltek bennünket. Most pedig menjünk át a kiállítóterembe, és tekintsük meg Margit néninek a munkáit, alkotásait, fogyasszanak, beszélgessenek, és töltsünk el egy kis időt.